Köszönjük szépen, érdekes volt. Én azt gondolom, hogy ennek a használata is egy nagyon célszerű dolog a villamos pályahálózatokon. A saját gyakorlatomból ugye a belógó növényzet, meg egyebek azok mindig gondot és okoztak, de hát ugyanígy a sínkopás általi, ha a környezet nem kopik, a sín meg kopik, akkor ott abból baj lehet. Köszönjük szépen, érdekes volt. A következő előadó pedig hát egy régi új cégnek a képviselője, a Villamos Szabadvezeték Építő Kft. Részéről, Ofella György úr. Tiéd a szó, üdvözlök mindenkit, sziasztok! A témám a Villamos Szabadvezetéképítő Kft. Szerepe a városi elektromos tömegközlekedés megteremtésében. Ezen belül szeretném veletek ismertetni a cégünk tevékenységét, az eddig elvégzett munkáinkat a teljeségigénye nélkül, illetve a távlati terveinket. Aki nem ismerne, Ofella György vagyok, a Villamos Szabadvezetéképítő Kft. Tulajdonosa és egyben ügyvezető igazgatója. A cég alapítását megelőzően a BKV berkein belül, a villamos áramellátási szakszolgálaton belül 23 évet töltöttem el. Felső vezetékszerelőként troli és illetve villamosos területen, majd 11 évig művezetőként tevékenykedtem. Ezúton köszönöm az összes itt jelenlévő és akik nem tudtak eljönni, kollégáim, a segítőkészségüket, a probléma megoldókészségüket, amivel az én munkámat segítették, vagy esetleg én, ahogy tudtam, az ő munkájukat segíteni. Az itt eltöltött időszak alatt sok tapasztalatra tettem szert, így az üzemeltetői oldalról is azt gondolom jól látom a problémákat, illetve a gondokat, amikkel meg kell küzdenie az üzemeltetőknek, illetve most átállva a kivitelezői oldalra a kivitelezői problémákat, gondokat, ugyanakkor néha sikerekben gazdag munkákat is, amit most szeretnék itt veletek megosztani. Kiemelve, amit többször hallottunk előző előadások alkalmával Jerkó Józsi szájából, hogy a fiatalabb generációt is be kellene vonni ebbe a szakmába. Szeretnénk ezen a területen vérfrissítést végrehajtani, úgyhogy megjelenünk a piacon. Távlati terveink között szerepel az, hogy a gépparkunkat, szakembereinket bővítjük, és ezzel a megrendelőink igényeit kiszolgáljuk. A cégünk a városi vasúti felső vezetékhez kötődő munkákat végez. Mára már a mélyépítés területén is számos lehetőséget kínál a megrendelőinek, illetve komplex felső vezetékhez nem szorosan, de mégis ahhoz kötődve vagy mellette végzendő bonyolult feladatokat is vállal, amit majd a diákon láthattok és a videóbevágásokon. Cégünk a klasszikus értékrendet képviseli, olyan komplex műszaki megoldásokban gondolkodunk, együtt a megrendelőinkkel, amik árérték arányban a megrendelőink számára elfogadhatók. Elsőrendű kérdésnek tartjuk a megbízhatóságot, mind a megrendelőink felé, mind az alvállalkozóink felé. Itt
a cég fejlődését láthatjuk egy diagramon. Mint minden cég életében nálunk is volt rosszabb időszak, ez a 2018-as év volt, de azóta felfelé ível a cég pályája, ami a dián is jól kivehető, illetve a megrendelőink bizalmának, ugye a belénk vetett bizalmának köszönhetően is látszik a bevételeinken, illetve az eredményeinken. 2021-ben minőségirányítási rendszert vezettünk be megrendelőink és alvállalkozóink megelégedésére, mindemellett lehetőségünk nyílt közbeszerzési pályázatokon való indulásra is. Szolgáltatásaink, felsővezetékbontási, építési munkák, vasúti pályához kapcsolódó elektromos munkák, speciális feladatok, gépek bérbeadása, közúti konzol, portál szerkezetek építése. Komplex feladatoknál szükségessé válhat több munkafolyamat összehangolása, mint például később bemutatásra kerülő Mester utca, Könyves Kálmán körúti munkák. És akkor kezdjük a munkáink ismertetését. 2017-ben a 61-es villamos felújításánál, az Ördögárok menti támfalépítésnél a VIV ZRT megbízásából kaptuk a munkát. A felsorolásban látszik a feladatunk, amit kiviteleznünk kellett. Fontos megjegyezni, hogy ekkor még egyetlen egy kétéltű járművel sem rendelkeztünk. A képen látható is, hogy több járművel végeztük ugye a munkát, amit több cégtől béreltük, illetve a VIV is szolgáltatott nekünk egy kétéltű járművet. Így, hogy ennyi járművet vettünk igénybe, tudtuk tartani a határidőnket a megrendelőnk megelégedésére. A baloldali képen egy munkaközi úgynevezett szűz állapot látható. Az oszlopok tetejére telepített légkábelek láthatók, illetve a jobb oldali képen a már elkészült felsővezeték rendszer. H6-os hév, mivel hogy oda is kikacsintottunk egyszer. Itt a Strabag MML Kft. És az A-híd ZRT volt a megbízónk. A feladatunk egy felüljáró felújítása kapcsán merült fel, régi tartószerkezeteket kellett lecserélnünk, és a hosszlánc sodronyokat kellett szigeteltre cserélnünk. A baloldali képen a régi hosszlánc, vagyis a régi tartószerkezet látható, a jobb oldali képen a már felszerelt új tartószerkezet, és a képen igazán nem lehet kivenni, de a hosszlánc itt már parafírra szigetelt hosszláncra lett cserélve. Megjegyezném, hogy minden egyes kivitelezési munkánál kell néha rögtönöznie a kivitelezőnek. Itt is belefutottunk egy olyan bakiba, hogy az előre legyártott tartószerkezetet, amit a megrendelőnk biztosított, nem tudtuk felszerelni, ezért a helyszínen át kellett alakítanunk. De híresen jók vagyunk a probléma megoldó képességünk terén, úgyhogy ez a feladat sem okozott problémát nekünk. Egy kicsi kitekintés az országos vasúti hálózatra. Az esztergomi vasútvonalon a Siemens ZRT és a Hunholz Kft. Megbízásából kellett felszerelnünk fázis határokra feszültségváltó transzformátorokat. A baloldali képen a feszültségváltó transzformátorok ellátására létesített kötődobozban láthatók a kis megszakítók. A jobb oldali képen a már felszerelt feszültségváltó transzformátorok, a hozzájuk tartozó biztosítékajzatok, biztosítékok és a túlfeszültség levezetők. Itt fontos kihangsúlyozni, hogy ezt a munkát oszlopra mászásos technológiával
végeztük. Mint ahogyan a BKV-t, a MÁV-ot sem kímélték a kábeltolvajok. Itt a kivitelezést követően még garanciális időszakban, rövid idővel a kivitelezés után még át sem volt adva a hálózat, de már a színes fém tolvajok megjelentek, és eltulajdonították a földelő hálózatot. Itt az látszik, hogy a földelő hálózatot pótoljuk, bekötjük ugye a drosszelbe, illetve a szakaszoló kapcsolók, illetve a feszültségváltó transformátorokra. Budapesti troli kitekintés. Dózsa György út, Váci út csomópontjában kaptunk a Strabag építőipari ZRT-től egy megbízást. Az M3-as metróhoz kapcsolódóan felszíni munkák miatt volt szükség a troli felső vezeték módosítására, illetve elterelésére, új nyomban arra terelésére. Ez a feladat egy komplex műszaki megoldást kívánt tőlünk. A BKV ZRT biztosította számunkra a terveket, ami alapján legyártottuk a mobiloszlop alaptestjeit. A bal oldalon a kész mobiloszlop alaptestek, a jobb oldalon a vasalt, vasszerelés látható. A baloldali képen a mobiloszlop telepítése, illetve a jobb oldali képen a már telepített mobiloszlop rajta lévő szerelvényekkel, amik várják az új nyomban arra való átterelést, átszerelést. A következő dián, a baloldali dián már a saját járműveinkkel végeztük el ezt a felső vezeték módosítást. A járműveinket külföldről szereztük be, viszont van ott a háttérben egy Skoda Lia, az ami a Miskolci közlekedési vállalaté volt valamikor, amit mi is előszeretettel használtunk ezen a munkán. A jobb oldali képen a mobiloszlop, illetve a körülötte lévő nagy kiterjedésű fémtárgynak minősülő mobilkerítés földelése egyen potenciálra hozása, vagy egyen potenciálra kötése látható. A baloldali képen a már álló ideiglenes oszlop, mobiloszlop és még a régi nyomvonal látható. A jobb oldali képen az új nyomvonalra való átterelés, átszerelés folyamata látható. Budapest troli garázs. Itt a megbízónk a Dunagép ZRT volt. A feladatunk az oszlopok cseréjéhez kötődő felső vezeték átépítés volt. Itt az oszlopok bontása volt, amit a cégünknek el kellett végezni, illetve a felső vezeték átszerelése, sodronyozása, elsődleges, másodlagos szigetelők cseréje. Oszlop statika. Statikai mérésekre kaptunk, igazából nem is a statikai mérésekre kaptunk megbízást, hanem egy a Liget projektben átépülésre vagy átépítésre került felső vezeték szakasz kapcsán a Kolasz Alter, az ERT megbízott bennünket a felső vezeték tartó oszlopok statikai mérésével. Itt az látható, ahogy a kilengést, illetve az oszlopok betonba ágyazott részeinek a falvastagságát mérjük.
ugyancsak oszlopstatikai mérés, illetve ennél a munkánál ez a Baross utcában készült, a Baross utcai troli felsővezeték átépítése kapcsán. Itt a sorainkban ülő Deák Attilával közösen végeztük ezt a munkát. Itt volt fali címke statikai mérés is. Ezt a feladatot ugyancsak a Dunagép ZRT-től kaptuk. Fogaskerekű vasút. Itt a megbízónk a Feratil Kft. Volt. Itt a feladatunk a hidak elszállítását megkönnyítően a hidakon átfutó kábelek emelés, illetve a hidak eltávolítása utáni felfüggesztése, vagy az emelés idejére, illetve a hidak eltávolítása utáni felfüggesztése látható. Ezt a felfüggesztési módot én találtam ki, amit már többször alkalmaztunk több helyen a megrendelőink nagy megelégedésére, mivel hogy a hidak mellé nem kellett külön provizóriumot felszerelni, egyszerűen felfüggesztettük a kábeleket, kicsit, hogy mondjam, parasztos módon autógumikba ágyasztuk a kábeleket, hogy ne sérüljenek, ezek láthatók a fotókon. Következő munkánk ugyancsak fogaskerekű vasút, ez a hálózat nekünk igen kedvelt munkaterületünk. Többek között azért is, mert hogy a fogaskerekű vasút ugye egyedülálló Magyarországon. Itt a Vörösvár Invest Kft-től kaptuk a feladatot. Itt a rendezetlen közmű helyzet miatt adódott egy olyan probléma, hogy a kép jobb oldalán látható egy parkoló építése, ami során kiderült, hogy a BKV kábelei a parkoló, illetve a magánterületen futnak, ezért nekünk ezeket a kábeleket át kellett helyezni. Itt már a megvalósult, átépített állapot látható. Itt a kiindulási állapot látható. A képen jól látható, hogy a feladat mennyire komplex volt, hiszen a kábel nyomvonalba hát egy elég méretes fa tuskó nőtt bele évek során. Ezt a fa tuskót mi egy napos fa szobrászkodás, illetve tuskó eltávolítással oldottuk meg. Büszkék vagyunk arra, hogy úgy tudtuk eltávolítani ezt a tuskót, hogy egyáltalán nem sérültek a meglévő kábelek, még felületi sérülésük sem volt. Erőátviteli kábel kötés, szakszerű kötése látható a baloldali fotón, illetve a jobboldali fotón a már új nyomvonalra telelt kábel, illetve a homokágy plusz a kábel fedlap, a műanyag kábel fedlap látható. Ugyancsak 61-es villamos vonal, megint csak a Dunagép ZRT-től kaptuk a feladatot. Itt a feladatunk egy váltó körbekábelezése volt, illetve a fogaskerekű járműtelepnek egy vágányzár miatt kialakuló negatív megerősítés, illetve hiánypótlása volt a feladat. Több sínszekrényt kellett felszerelnünk, és ugye a negatív kábelezést kellett elvégeznünk. Géppark. Ez csak egy felsorolás lenne a gépeinkről. Nagyjából a paramétereket próbáltuk érzékeltetni, de azt gondolom, hogy a következő dia azért magáért beszél. Itt azért jobban lehet látni a gépeink paramétereit. Több kétéltű járművel rendelkezünk, már ennek a fotónak a szépség hiánya az, hogy a
a miskolciak Skoda Schörlingje már jobb létre szenderült, illetve a, hiányzik a fotóról a nemrég vásárolt Mercedes Ategunk, ami saját szánkíze szerint átalakításra, illetve felszerelésre kerül a kivitelezéshez szükséges mindenféle eszközzel. A gépeink madártávlatból, illetve mi is próbáltunk egy Tetris Challenge-et csinálni, csak azért, tényleg a teljesség igénye nélkül, csak azért, hogy mutassuk megrendelőinknek, hogy mindenféle eszközzel, szerszámmal rendelkezünk annak érdekében, hogy a munkáinkat sikeresen és határidőket betartva el tudjuk végezni. Gép bérbeadás. Szabad kapacitás esetén a gépeinket bérbe is adjuk. A képen látható kosaras jármű, kétértű kosaras jármű eléggé közkedvelt a vasúti hajtása miatt, mivel itt a hajtás nem dörzskerékkel valósul meg, hanem a vasúti futóműegység van meghajtva, így a vágány körzetében lévő kiszolgáló egységek, jelfeladók, sínszekrények nem taposódnak le, illetve a jármű vasúti környezetben magas munkamagasságot elérve alkalmas vagy ideális favágási munkákra, illetve az oszlopok tetején, oszlopok csúcsán nehezen elérhető szerelvények biztonságos elérésére. Gépeinket a jelzőberendezési kábelek létesítése, karbantartására is szívesen bérlik. A jobb oldali képen látható kosaras felépítményű jármű a klasszikus Schörlinge korlátait leküzdve oldalkinyúlásban 12 métert tud, anélkül, hogy a vágányról leborulna. A biztonság kedvéért azért letalpaljuk őket, de próbáltuk már vágány túlemelésnél is, 12 centis vágány túlemelésnél, és nem borultunk le a vágányról. Portál szerkezetek. Mivel említettem, hogy mára már mélyépítés területén is több céggel állunk kapcsolatban, megrendelőink közúti portál szerkezetek építésével is megbíznak. Itt a képen, a jobb oldali képen látható egy 32 méter szabad nyílást áthidaló portál szerkezet. A bal oldalon egy teherautósok számára nem közkedvelt úgynevezett VJT oszlop, ami a tengelysúr mérésre küldi ki a teherautókat az autópályákon. Nagy mennyiségű portálszerkezetet állítottunk már fel az ország több területén. A szerkezetépítési feladatokkal együtt végeztük, tehát a vasszerelési feladatokkal együtt végeztük a munkákat. Egyik komplex feladatunk majd a későbbi diákon bemutatásra kerül, a Hungária körút, Könyves Kálmán körút, vagyis bocsánat, Könyves Kálmán körút, Mester utca csomópontjában megvalósult portál szerkezet építése. Ebben a munkában egyszerre volt jelen a felső vezeték, bontás építés, portál szerkezet építés, illetve hídbontás, tehát ez egy komplex munkánk volt. Itt a Ferihegyi, vagy most már Liszt-Ferenc repülőtéren egy giga beton alaptestet építettünk. Jól látszik a kollégáim magasságából, hogy milyen méreteket ölt az alaptest. Ha jól emlékszem, 96 tonna volt, ha jól emlékszem, az alaptest. Csak
betonacélt másfél tonnát használtunk fel az acélszerkezet építésére. Túlméletes szárítmány kísérés, több cégnek kísértünk már túlméletes szárítmányt, a képen látható szerelvény kísérésénél az útban lévő forgalomszabályozó lámpákat, illetve lámpakarokat kellett volt, ahol eltávolítani, volt, ahol megemelni, vagy csak elfordítani a lámpatesteket ennél a munkánál, hogy a túlméretes szállítmány ugye biztonságosan el tudjon haladni. És akkor elérkeztünk a már többször említett Könyves Kálmán körút Mester utcai csomópont építéshez. Itt látható, hogy egy eléggé, hogy mondjam, filigrán portál szerkezet épült, majd a videóban látható robosztus szerkezet helyett. A videó azt a Könyves Kálmán körút Mester utcai csomópontjában végzett munkánkat mutatja be. A feladat sikeres lebonyolításához egy kézben tartottuk az összes feladatot, mind a forgalomszervezést, az üzlettulajdonosokkal, a benzinkút tulajdonossal, illetve a Budapest közúttal, a budapesti közlekedési központtal, a rendőrséggel és a katasztrófa védelemmel is mi egyeztettünk. Így azt gondolom, hogy ez a munka sikeresen és időben le tudott zajlódni, hogy csak mi egyeztettünk az összes érintettel. Bár a videó nem látszik, de a híd, amit le kellett emelnünk, és ugye előtte a villamos felső vezetéket ugye bontanunk, ez 57 méter szélességet ölelt át. A felső vezeték bontását követően itt a videón látható, bár nem tudom, hogy mennyire kivehető, de éppen hegesztési folyamatok zajlanak. A statikai terveknek megfelelően megerősítettük a hidat, illetve az emelési pontokat felhegesztettük, ahhoz, hogy a hidat biztonságosan le lehessen emelni a helyéről. Ez a munka egy kicsit feszített tempót igényelt, mivel hogy egy augusztus 20-ai hétvége előtt volt leszervezve. Mindenki izgult, hogy augusztus 20-ára az úttestet átadjuk sérülésmentesen, de ez sikerült. Itt már a emelés folyamata látható. Közöttünk ülő Ördög Máté kollégám sikeresen kiszámolta a hídnak a vasszerkezet által nyomott súlyát. Felkommandoztunk a hídra illegálisan, és fogtuk magunkat és lemértük a hídszerkezet összes elemét. Ezzel Máté munkáját megkönnyítve kiszámolta a vasszerkezet súlyát, ehhez méreteztük a darut. Ez egy 250 tonnás daru, amivel ezt a munkát el kellett végeznünk. Amennyire látszik a videón, az úttestet próbáltuk, ugye az úttestet és a vasúti pályát is próbáltuk megvédeni, ezért alá párnafáztuk a híd szerkezetet leemelés előtt. Ami nagyon nagy fejtörést okozott ennél a munkánál, az oszlopok eltávolítása volt. Próbáltuk megállapítani kopogtatásos módszerrel, hogy esetleg van-e betona az oszlopokban, de azzal nem jártunk sikerrel, ezzel a módszerrel, ezért megint csak kommandózva Máté kollégámmal megfúrtuk az oszlopokat. Kiderültek, hogy nyakig vannak öntve betonnal. Egészen a bontás időpontjáig senki nem tudta, hogy esetleg vasalt beton van-e benne, ezért izgultunk, hogy hogyan fogjuk ezeket az oszlopokat eltávolítani, de a videón látszik, hogy viszonylag egyszerűen kijöttek az oszlopok. Itt is volt egy anomália, ez egy régi főtáv tulajdonában lévő
távhővezeték híd volt, a Budapest közút megörökölte, és amikor mi ezt a munkát elvállaltuk, akkor a Budapest közút semmilyen érdemleges információt nem tudott adni nekünk, sem a híd súlyával, sem az építési módjával kapcsolatosan, tehát magunkra voltunk utalva, de megint csak kihangsúlyozom, azt gondolom, hogy híresek vagyunk a jó probléma megoldó képességünkről, és ezt a feladatot is sikeresen elvégeztük. Józsi kérésére, Z-generáció. Bemutatnám nektek az új generációt, ő a fiam. Abból az apropóból mutatnám be, hogy előre szeretném hozni azt, hogy a távlati terveknek megfelelően 20 év múlva már ne engem keressetek, ne engem zargassatok megrendeléseitekkel, itt a következő generáció, és remélem, hogy majd ő hozzá tudtok fordulni. Köszönöm szépen a figyelmeteket!